Ja, csak össze kell építeni őket, ha. Remélhetőleg, hogy nem kell négy ebből a szarból, amit most kerestem, mert igaz, van négy kórház, de nincsen kedvem átni az összes kórházat. Már elég régóta új vagyok. Talán más szóval nem vagyok új. Na, lássuk a medvét. Hol a faszba? Oké. Okay. Picsa. Magamnak okozom a nyüvegász effektust. Saját hülyeségemmel, hogy nem gondolok bele jobban abba, hogy mit is kéne csinálnom. Neked felszabad itt pucolni? Már nincs rá szükség szerintem. Ez most megint működni fog? What? Mit akarsz tőlem? Ezeket inkább le kéne scrappelni a faszban. Na special. Boom. 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 Oké, okay, megvannak. Elég elbaszott, hogy a saját fiammal ellenségek lettünk egyébként. De egy kísérlet voltam neki, olyan csalódtam bennem. Ingram? That's all four actuators. Delivered and done. Nice work. Right on schedule. I've completed the restoration of Prime's basic functions and he's ready to go. Ó, már is. It's getting difficult to explain to the system why it can't move right now. Well, as soon as my scribes get those actuators in place, we'll have his arms and legs installed in no time. Which brings me to your next assignment. It won't be long before Prime can walk and talk. But he's missing one last important element. Ooh, his nukes. Without them, his offensive systems aren't operating at peak capacity. What's Prime armed with? Prime has two weapon systems, his eye laser and his nuke pack. The eye laser can target a hostile from hundreds of yards out and take it down with pinpoint accuracy. Hát az nem jön emlékszem a Fallout 3-ból. Used to drop the things from bombers during the war. Just one of the nukes is equivalent to about three or four Fat Man shells. Basically, whatever it hits isn't getting up again. His eye laser is almost ready to go, but without nukes to load into his pack, he's fighting at less than half his capability. I'll run down to the super duper mart and pick some up. Cute. I wish it was that simple. Prime's bomb pack is fitted for Mark 28 nuclear bombs. Ja, ezt már hallottuk. That were dropped from aircraft during the Great War. The Commonwealth was a major staging area for the military's air force, so we assumed we wouldn't have trouble finding them. But since we arrived, our scouting teams haven't located a single bomb. That's going to be a problem. Without a fully loaded nuke pack, Prime won't have the firepower to take on the Institute. She's right. Of course she's right. But before you give up hope, there's actually a silver lining here. Proctor Quinlan has located some records regarding a military installation, which was used as a nuclear weapons storage facility. We're fairly certain this included a stockpile of the Mark 28s. The catch is that the installation is located somewhere within the glowing city. Oh, hát persze, vagy ott. I'll head out there immediately. Good. Because that's exactly what we're asking you to do. Scribe Halen's established a communications point on the frontier of the Glowing Sea. I suggest you head out there first and establish a signal protocol with her so that the nukes can be airlifted out once you've located them. Hopefully, by the time you've returned, we'll be ready to wake Prime up and you can say hello. Good luck, Knight. Na jó, van. Akkor beszéljünk Scribe Halen-vel, aki nem tudom, hogy hol van. Remélhetőleg ide bent. Oké, okay, kezdem elveszíteni a fonalat. Mert a glowing színnél van. Waypoint Echo. Előtte hazaugranék. Felkapnék egy power armort elvégre.
Glowing Sea-be megyünk, oda kell valami védelem a radioaktivitás ellen. Meg akarom, hogy felturboznám a lézerpuskánkat is, amit olyan gyakran használnánk. De azért legyen csak 192-es a damage-em. Halló? Nem ez volt? Nem is ez, akkor itt valami. Á, úgy. Oké. Ezek itt mind már a csúcson vannak, nem igaz? Ezt mindig elfejtem, elég volt, ha jártunk errefelé. Tökéletes. Tökéletes. Te valószínűleg a csúcson vagy, 50 kaliberes long marksman stock, a legnagyobb scope is. Hát inkább ez. De csak mi? Ez még nagyobb lesz a range, mint... The fuck? Na mindegy. Na és akkor a kérdés az, hogy akkor ezt felturbozzuk-e? Akár ez a 308-assal is. Jelenleg ezen gondolkodtunk, hogy a 308-asból akarunk-e... Én megcsinálom, hogy... Még jobb. Tökéletes. Ez is csak növeli a range-ed. Nekem ez néha így magas haver, hogy mit is csinálnak ezek egész pontosan. Bennek a... Hát tök mindegy, az a... Az a kicsi range nem számít igazából semmi. Ki a power armorunkon valamit. Mondjuk, hogy miket tudnánk erre így felrakni. Perception. Ez jól hangzik. De ez is frankó. Nem is tudom. Legyen mondjuk ez, én erre vagyok kíváncsi. Oké, a karokon mit lehetne csinálni? Blacksmith, picsába! Hát akkor gondolom... Oké, csak a karoknál vagy blacksmith-es dolog. Ez sem hangzik túl rosszul. Szerintem egész nem tudom, hogy mit csinálsz. Még később visszatérünk hozzátok. Ugyanaz van a lábaknál is, akkor torzó. Tesla coils, mik vannak még itt? Medic pump. Ne. Az én buta fejemnek jól jön, nem? Stealth baj, oké. Stealth baj és a jetpack között kell nekem gondolkodnom. És én a stealth bajt választom. Na és akkor a lábakkal foglalkozzunk innen. Ennek több értelme van. Ez még legyen akkor mondjuk. Ez is egy ilyen nagyon... Legyen ez is csak olyan... Tökéletes.
Akkor még lepakolom a dolgokat, amik vannak nálunk. Pontosabban tőle kérem el. Úgy nagyon sok junkodat is ide szépen. Hey, töltény! Hey! Ja, töltényedet. Gyorsan betranszferelünk dolgokat. Ah, javar aztán még bejutni a házunkban. Akkor, ha már itt tartunk, akkor még elvinném az izéket is azért, pénzemet. Csak 250 kupak. Azt majd venni kell még ebbe töltényt. Tudom, hogy sok minden cipőlek játék, nem kell kioktatni. Volt nem egyáltalán valami fegyver. Nem kell lesz. Sok betonag. Ez meg itt a ruhám. Megint vannak rajtam nehéz modok szerintem. Egyáltalán nem voltak nehezek. Akkor kaja lehet, ami nehéz. Aidek például. Bloodpack-ek. Ez a sok addiktal. Ezt soha nem fogom megenni igazából. Hát kukorisza nem is tudom miért van nálam. Deathclaw steak-ek. Felezzük meg, legyen csak mondjuk 6 nálam. Akkor 7. Dinnyék is túl nehezek. Felesleges. Ebből mondjuk bőven elég csak annyi nálam. Az sok Nuka-Cola volt a baj. Na jó, mert így már tökéletesek vagyunk. Na, alukáljunk, és... most jön a rossz hír, emberek. Most elkezdek foglalkozni szerintem ezekkel a köztekkel. Minél hamarabb túlesni a minitmenes szarságokon. Majd később összerakjuk a Prime-ot. Na, hello haver, mi a pályam? Na, már meg is feledkeztél rólam. Na. Ez itt is van a közelben, se baj. Csak szépen felvenném először az összeset. Well, what do you want that, baby? Yes, I'm here. There's a group. We know where they're... Don't worry. Don't worry. I hope so. Na és az utolsó... itt lent egy magányos lakos. Írtó szomorúan hangzik. Neked nem voltak gyerekeid? Hey there, friend. We're in some real trouble. Maybe you can help. I'm with the Minutemen. How can I... It's these damn... They take everything they can eat. We can't. I'll take care of this. I hope so. Na. És akkor most hely az egy új hely. De akkor menjünk onnan, szépen közelítsük meg. Úgy fel, hogy először a mutánsokkal foglalkozunk. Ezek ilyen kis 5 perces questek kellenek, hogy legyenek. És nekem erre kell mennem.
És mivel ez egy új hely, van egy ilyen érzés, ahogy volt az első igazán nagy Deathclaw harcunk. A fegyver hangja egyáltalán nem is változott az új izében. Töltény típussal, szerintem ez butaság. Ez a fasz tudja, nem értek a fegyverekhez, haver. Elrontjátok az akciómat a mutánsok ellen, haver. Na, ott egy kutyát láttunk például. Én is tudok fregáutolni. Azt hiszem el is törte a kis lábacskáid. Na, fasz. Nem csak egy mutánst kell megölni, egy bizonyos mutánst ott fent. Tökéletes. Primus. Oké, viszont ne feledkezzünk meg az öngyilkos mutánssal sem. Na, hello, haver. Ennyi volt a nagy lövés? Elég ijesztő maszkod van amúgy. Ja, ez nem is maszk, csak hülyen tartod a fejedet. Értem én a dolgod. Kerülnék külön, hogyha fel tudnál tápászkodni és harcolni. Ej, a kurva anyád. Te beszélsz itt nekem fájdalomról? Na jól van, kelj fel, Curry. Úgy nem. De hova tűnt a mutánsom? Ujjaj. Kis szétlövi a seggemet. Kapd el! Lezuhant a kibaszott Vertibirdünk? Ment a bosszos. Itt mi valahol bujka egy másik Overlord. Se vagy, gyere csak! Tölj azt a karocsked. És lássuk csak, hogy mi hasznunk van nekünk ebből a helyből. Hogy van itt egyáltalán bármi érték. Eddig nem egy... Hello, Knight! Eddig nem egészen tűnik úgy. Cegi az volt. Kitteni raidereket is, ott is már hányszor megölhettem őket. Túl sokszor. Ja, erre a helyre emlékszem, nem is olyan rég jártunk itt. Oh, hello. Az a turret most nem tudja eldönteni, hogy észre se vett minket, vagy mi volt azzal. Itt mindig itt rabolták az egyik hülye gyereknek a faszijed. Kurva anyjukat. Á, itt van ezen a szinten az emberünk, akkor nem is kell nagyon mészárolni. Ahol azt majd meglátjuk, hogy ki is a halott. Na, hello anya, szomorítok! És kajak egy apró fejlővésten? Na, jó van. Elmentem a szerencsének, drága barátaim. Töltényecskéket még ellopnám. De nem hiszem itt lopásnak. Na, 5 perc alatt kvett 2 questet el is intéztünk gyakorlatilag.